Elsősorban tisztasági csomag felajánlást várnak a Nem Luxus Táska akció szervezői. A Szobosztói Gyermekekért Egyesület szívügye a gyermekek és az édesanyák sorsa. Ezért társadalmi kötelezettségüknek érzik, hogy nehéz sorsú, hátrányos helyzetű nőkön segítsenek. Aki még szeretne adományozni, az január 26-án megteheti a Rákóczi utcai Bóbita óvodában. Két táskát hoz egy lelkes adományozó. Volt benne tusfürdő, dezodor, testápoló és arcmaszk is. Ezek nem luxus táskák, de annál értékesebbek. A nő a szívén viseli a hátrányos helyzetűek sorsát. Mi minden évben szoktunk csinálni, karácsonyra is szoktunk a rászoruló gyerekeknek segíteni. Úgy gondolom, hogy egy bizonyos anyagi helyzettel rendelkező embereknél ez már kötelező lenne mindenkinek. A Nem Luxus Táska adománygyűjtésnek is komoly protokollja van. Az összes felajánlott táskának 3 napra karanténba kell lennie, így próbálják megakadályozni a vírus terjedését. Egy külső gyűjtőpontot helyeztünk most el az óvoda területén, ahová le tudják tenni ezeket a táskákat. Azok a táskák, amik aznap beérkeznek, mi 4:30 óra körül összegyűjtjük őket, és egy teljesen elkülönült raktárhelyiségben tároljuk őket 72 óráig. Ugye ez most a vírus helyzet miatt volt fontos, és ahogy letelt ez a karanténidő, utána a táskákat áthelyezzük erre a pontra, és már itt pihennek tovább. A táskákba nem szabad tenni semmilyen ruhát, éles tárgyat, tampont, mosható betétet, élelmiszert és gyógyszert sem, kérik a szervezők. Az elnök elmondta, hogy ebben az évben több család segít a rászorulókon, mint korábban. Több helyről hallottuk, hogy családon belül fogtak össze, és több generáció is gyűjtött. Nagymamák, anyukák, nagyobb lánytestvérek is egyébként az ügy mellé álltak, és ez nagyon, nagyon jó érzés volt. És láttuk rajtuk a segíteni akarást, és szerintem most pont ebben a vírus helyzetben, ebben az időben, amikor nagyon nagy szükségünk van szerintem az összefogásra. Jó érzés volt azt látni, hogy itt az óvodában is a szülők egyként fogtak össze, az óvónők is egyből. Az óvodavezető találta ki a külső gyűjtőpontot, hogy a vírus ellenére is meg tudjuk ezt oldani, és szerintem ez egy nagyon jó dolog. Országszerte 15 ponton gyűjtenek, ebből Hajdú-Bihar megyében 3 településen, Hajdúszoboszló mellett Ebesen és Debrecenben. 2019-ben indult útjára a kezdeményezés. Az egyesületet is azért hoztuk létre annak idején, mert szívügyünk a gyermekek és az édesanyáknak a sorsa, így társadalmi kötelezettségünknek teszünk ezzel eleget, hogy a nehéz sorsú, hátrányos helyzetű nőket segítünk. A Magyar Máltai Szeretett Szolgálat égisze alatt fut, és a január 31-ig lehet ugye leadni a táskákat, addig szól az egész gyűjtés, és nekik, ők fognak kijönni átvenni a táskákat, és ők osztják szét. Ők tudják, hogy ők vannak kapcsolatban azokkal a hátrányos helyzetű nőkkel, legyenek ezek hajléktalanok, vagy a anyaotthonokban élő édesanyák közül, ők választják ki, hogy kikapják meg a táskákat. Január 26-án szerdán lehet legközelebb és egyben utoljára is adományt felajánlani. Ha valaki szeretne adományozni nem luxus táskát, akkor a Bóbita óvodában a Rákóczi utca 55 alatt megteheti reggel 7 és délután 4:30 között. Ha valaki nem tud személyesen táskát vinni, akkor ingyenesen el is küldheti azt.